A végzős diákok komoly döntés előtt állnak, hiszen 2017. február 15-ig kell meghatározniuk, hogy melyik felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, vagy milyen szakképesítést szeretnének szerezni. A pályaválasztás és az önállósodás egyre nehezebbé vált az elmúlt két évtizedben, azonban a Szerencsi Bocska István Katolikus Szakgimnázium vezetése pályaorientációs előadásokkal próbál meg segítséget nyújtani a tanulóknak, hogy melyik egyetemet válasszák. Az idén első alkalommal a Miskolci Egyetem rektor helyettese, az egészségügyi és a gépészmérnöki kar dékánjai mondták el a tanulóknak, hogy milyen lehetőségeket kínál a megyeszékhelyen elhelyezkedő kampusz, valamint a Sátoraljaújhelyi kihelyezett szakok. Általában bemutattuk a Miskolci Egyetem színes képzési palettáját, a hét kar és a zeneművészeti intézetünk által biztosított lehetőségeket, azokat, amelyeket bent az egyetemen a kampuszon tudnak tanulni, és bemutattuk azt az új intézménytípust, amit a felsőoktatási törvény hozott létre, ez a közösségi felsőoktatási képzési központ. Ilyet hozunk létre Sátoraljaújhelyen, Sátoraljaújhely önkormányzatával együtt. 2017. szeptemberétől indul a képzések megfelelő számú jelentkező és hallgató esetén. Ez azt jelenti, hogy már ennek az évnek a végén, amikor megjelenik a felvételi tájékoztató, akkor már láthatják a fiatalok a Miskolci Egyetem neve alatt a Sátoraljaújhelyi helyszínt is, védőnőképzéssel és gépészmérnöki alapszakkal. A közösségi felsőoktatási képzési központ megalakításával a végzős tanulók már a Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatán Sátoraljaújhelyen védőnőnek és gépészmérnöknek is tanulhatnak. Itt Sátoraljaújhely előrelép az egyetemi várossá válás útján, ezáltal is csökkentve a régiót sújtó nagyfokú elvándorlást. Nem titok, hogy az újhelyi önkormányzat nagyon komolyan gondolja az egyetem mellett, és ők egyéb olyan kedvezményt is biztosítani fognak a hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára, hogy a városi szolgáltatásokat vagy ingyen, vagy kedvezőbb változatban, vagy formában igénybe tudják venni, annak érdekében, hogy a fiatalok helyben maradjanak, tehát ne hagyják itt a megyénket, és ne menjenek el Budapestre, ne menjenek el a Dunántúlra, és ne menjenek el külföldre. Ez az egész, ezt a célt szolgálja, hogy itt maradjanak, és a cégek pedig a munkaerőpiaci szereplők megfelelően képzett szakemberhez jussanak. A Bocska István szakgimnázium végzős diákja már határozott elképzeléssel rendelkezik arról, hol szeretne tovább tanulni, azonban az előadáson hasznos információkhoz jutott, amiket felhasznál majd a felvételi során. Nagyon örülök annak, hogy a különböző egyetemek előadójai jönnek ide személyesen hozzánk a Bocska István Katolikus Gimnáziumba, és bemutatják a különböző karokat, szakokat, képzéseket, kicsit felvilágosítást adnak erről a témáról. A mai nap a Miskolci Egyetem előadói jöttek el hozzánk, ezen belül is ez egy új 2017-ben induló képzés, a Sátoraljaújhelyi kihelyezett képzésről volt szó. A gépészmérnöki és leginkább egészségügyi védőnői szakok, amik itt fognak indulni. Sok hasznos információt megtudhatunk belőle, bár én nem ezen a területen képzelem el a továbbtanulásomat, hanem jogtudományi karon szeretnék, de a Miskolci Egyetemen tovább tanulni, viszont annak nagyon örültem, hogy például a duális képzésről kaphattam információt. Megpróbálok mindent megtenni azért, hogy minden jobb érettségit szerezzek. Ez nekem már konkrétum, hogy a Miskolci Egyetem állam és jogtudományi karára megyek. Elsőnek szeretném az állami finanszírozást megjelölni, ha esetleg ez nem jönne össze, akkor a fizetőszakot, de mindenképpen marad Miskolc. A szakemberek szerint ne a szülők elképzelése vagy a divat legyen a mérvadó a pályaválasztásban. A munkaerőpiac szerkezeti változásai miatt megfontoltabb, megalapozottabb, körültekintőbb döntést kell hozni, hogy a fiatalok olyan szakmát válasszanak, tanuljanak, amelyre kereslet van, ami biztosabb megélhetést jelent a jövőben.